Biztosan nagyon sokan láttátok azt a kis rövid videót, amiben elmondtam, hogy hővédőfóliát szeretnék föltetetni az autóra, és a segítségeteket kértem, hogy matt vagy fényes fóliát válasszak-e. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki reagált, és segített ebben a döntésben, majd mindjárt elárulom, ha még nem lenne világos, hogy milyen fólia került az autóra. Itt vagyunk a Car Protect Center műhelyében, Blazsek Ákossal. Fogunk beszélgetni arról, hogy miért érdemes hővédőfóliát tenni az autóra, hogy néz ki ez az egész procedúra, mit érdemes választani, és nyilván azt se kerüljük el, hogy az egész mibe fog kerülni. A szavazáson szerencsére, ahogy számítottam rá, azért volt nagyon sokféle vélemény, nagyon sok indoklással. Én nekem azt tetszett meg, akik azt javasolták, hogy ha már csinálunk valamit, akkor az látszon, legyen valami, adjon egy kicsi más kinézetet hozzá az autóhoz, egy más megjelenést, úgyhogy alapvetően azoknak a tanácsát fogadtam meg, akik a mattot javasolták, és most így ránézve az autóra, én azt mondom, hogy jó döntést hoztam, eszméletlen jól néz ki a matt felülettel. De először is nézzük, hogy miért van szükség ezekre a fóliákra, miért fóliáztatják le az emberek az autójukat úgy általában. Hát a két leggyakoribb eset az az állagmegőrzés, illetve az autónak az esztétikumának a megőrzése. Ez a két leggyakoribb eset, vagy hozzánk ezekkel szoktak fordulni, ezekkel találkozunk. Ezt így valahogy lehet számszerűsíteni egyébként, hogy amikor mondjuk egy év múlva, vagy három év múlva el akarja adni az autót valaki, akkor az többet fog érni, mert van rajta egy fólia? Véleményem szerint biztosan, és nem azért, mert rajta van a fólia, hanem azért, mert hogyha egy újkorában lefóliázott autót megnézünk mondjuk három vagy négy év múlva, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyébként kívülről is, tehát a fólia felülete is olyan lesz, mintha gyakorlatilag új lenne az autó, viszont a fényezés a fólia alatt az biztosan egészen újszerű. Nyilván vannak kavicsok, amik át tudják ütni, nagy Isten, a fóliát, de szerencsére ilyenre nagyon ritkán kerül csak sor. Úgyhogy igen, az általános tapasztalásunk, hogy akár egy 4-5-6 éves autó is teljesen újszerű a fólia alatt. Meg a fólia is, mert ugye ezek öngyógyulóak, nem? Igen, a fólia is, öngyógyuló fóliákkal dolgozunk, és több év távlatából is teljesen karcmentes a fólia felülete. Nyilván akkor, hogyha a tulajdonos jól ápolja, jól gondozza az autóját. Nekünk fóliáztatok már nem tízok egy másik autónkat, és amikor a döntést meghoztuk, akkor előtte bemutattad egy kis karosszéri elemen, hogy ezek a fóliák tényleg hogy gyógyulnak be. Ugye a meleg hatására ez úgy működik, hogy ha napsütés éri az autót, akkor ott valahogy összehúzódnak ezek a sérülések, és eltűnnek? Igen, hát van a fólia tetején a legfelső réteg, ami az öngyógyulásért felel, és valóban hő hatására, ez már úgy kell elképzelni, hogyha keletkezik egy karc, így mutatom, akkor ez oda befolyik, és kitölti ezeket az apró kis sérüléseket. Nyilván van egy határ, hogy mekkora sérülést tud meggyógyítani saját magán a fólia, úgyhogy csodára nem lehet számítani azért tőle, de nagyon hatékonyan működik alapesetben. Azt el tudom mondani, hogy annak az autónak a fóliája az több mint egy éve van fönt, és gyakorlatilag mintha új lenne, tehát eddig hozza azokat az elvárások. Általában ez a tapasztalat. Nekünk azért van olyan ügyfelünk is, akinek már egyrészt jó pár éve, tehát tényleg 5-6 éve van, és látjuk is az autót, rajta az autón a fólia, és ment is vele, és hát sokkal kevesebb karc van a fóliázott részen, mint azon a részen, ahol nincsen fólia. Mert hogy nem minden autót fóliáztok telibe. Igen, nem minden autót fóliázunk telibe. Ezen az autón, amire éppen most gondoltam autó, ezen az autón is csak az eleje van lefóliázva, és ott nagyon jól látszik a különbség a két felület között egyébként. Tehát akkor ezek szerint érdemes telibe fóliázni, hogyha... Igen, így az idő elteltével kialakulnak különbségek, ezt mindig el is szoktuk mondani egyébként, hogyha valaki úgy dönt, hogy inkább az elejét, akkor arra lehet azért számítani, hogy egy-két év távlatából már lesz különbség, ugyanis a fóliázott rész az tényleg gyakorlatilag karcmentes lesz, újszerű lesz, mint egy új autó. A mögötte lévő részek, amik nincsenek lefóliázva, azok meg egyértelműen hát karcolódnak, és nincsen meggyógyítsa ezeket a karcokat. Ez az autó, ez két napig volt itt, bő két napig, és ugye az ember nem tudja elkezdeni, hát föl lehet dobálni pillanatok alatt a fóliát, nem, és kész. Hát igen, szoktunk ezzel. Mekkora probléma az. Én megpróbáltam egy elemet fölrakni,
rám biztattok. Én úgy voltam vele, hogy hát én fölrakom azt, és akkor már annyival kevesebb dolgotok lesz. Mondtátok, hogy ez nem úgy megy, majd meg fogom látni, hogy hogy van. És valóban csúnyán tényleg könnyen föl lehet rakni rutin nélkül, de azért, hogy ahhoz, hogy szép legyen, mint ez, ahhoz hány év tapasztalat kell? Nem kell hozzá feltétlenül 3, meg feltétlenül 6 év, hogy valaki szép munkát tudjon végezni, de én azt szoktam mondani, hogy 1 éve legalább kell fóliázni, hogy legyen valakinek akkora rutinja, hogy tényleg stabilan, gyakorlatilag bármilyen autót meg tud csinálni normális minőségben. Úgyhogy hát ezt nehéz így megfogalmazni, illetve kell hozzá egy... szerintem nagyfokú türelem, illetve kézügyesség, mert hogyha ez a kettő nincsen meg, akkor gyakorlatilag nem tudom, 10-15 éve is csinálhatja valaki, biztos, hogy nem fog tudni jó munkát végezni. Én az első sárvédőt kaptam, ami a legegyszerűbb eleme az autónak. Azt se sikerült megoldjam rendesen, tele maradt vízbuborékokkal, meg légbuborékokkal a felület, meg még a fóliát is megnyújtottam valahol, ahol nem kellett volna. De közben néztem, hogy olyan ívek, meg zegzugok vannak ezeken az autókon, hogy félelmetes, hogy ezeket, hogy lehet be szuszakolni oda, hogy... Igen, ez nyilván nem csak a mi érdemünk, hanem a fóliának a ragasztója, meg maga az anyag, hogy egy csomó atrocitást elvisel, és annak ellenére is még a végén megtapad, meg szép lesz. Említetted a vízbuborékokat, meg a levegőbuborékokat. Nyilván több volt abban a sárvédőben, amit te csináltál, de azt mindig el szoktuk mondani, hogy mi sem tudunk úgy dolgozni, hogy ezek ne legyenek egyáltalán. Már csak a telepítésnek a metódusa miatt, meg a fényezésnek a miensége miatt, akármennyire is odafigyelünk és kihúzzuk, meg egy teljesen sík felületen, ott is, ahogy tapad le a fólia és szárad ki, ott is ezek fognak jelentkezni. Nyilván az, hogy mennyi van, az már egy más kérdés. A gyakorlat. Igen. Ott sok volt, azon az elemen, amit csináltál, ott viszonylag sok volt, nem tudom, volt vagy hát 40-50 darab. Szerintem nincs olyan ember, aki ezt meg tudja elsőre szépen csinálni. Azt kell mondjam, hogy örülök, hogy azt leszettük, és rendesen utána. Mondtad, hogy a fóliának az érdeme is, az, hogy sikerül meg, hogy ezeket a dolgokat meg lehet csinálni. Ez, ugye az XPEL fólia családokat használjátok. Tudsz erről mesélni, hogy miért ez, mi az előnye az XPEL-nek? Mit érdemes tudni róla, és esetleg az, hogy miért jobb ez, mint mondjuk más. Ugye azt kell tudni az XPEL-ről, hogy ez egy amerikai cég, ott is nyertják a terméket, ide hozzánk is onnan érkezik a fólia. A világ egyik legnagyobb karosszériavédő fólia gyártójáról beszélünk, és az egyik legjobb minőségű terméket is ők gyártják. Ami nagyon fontos szerintem a fóliával kapcsolatban, hogy a ragasztója az nagyon-nagyon jó minőségű, illetve a fólia is a megszokottnál azért egy picit vastagabb. Itt mikronokról beszélünk, de az a tapasztalatunk, meg idáig, ahogy mi méregettük, meg nézegettük, meg a leírás alapján is vastagabb, mint a többi kővédő, amit esetleg mások telepítenek, vagy mások használnak. Itt kiemelted többször is, hogy kővédő, meg karosszéria védő fólia, tehát hogy ezek nem színező fóliák. Ugye? Igen, nem. Az XPEL nem is színező fóliák, nem. És ti is csak ilyennel foglalkoztok. Igen. Tehát, hogyha én pirosat szerettem volna a kék autóból, akkor azt mondtátok volna, hogy nem. Igen, abban nem tudunk segíteni senkinek. Ugye ez egy teljesen más technológia, teljesen más alapanyag. Ugye a karosszéria védő fóliákat nedvesen telepítjük, ez azt jelenti, hogy folyamatosan fújunk alá valamiféle nedvességet, különben tényleg nem lehetne szárazon fölrakni. A wrapping fóliákat ugye, meg a dekor fóliákat, amiket... Hát ugye wrapping fólia az, amikor itt teljesen becsomagolják az autót, azokat szárazon telepítik, illetve nem csak ez, nem csak a telepítésnek a módja, hanem az anyag is teljesen más, az egy sokkal vékonyabb anyag, az egy sokkal ridegebb anyag, az nem viseli jól a sérüléseket, tehát hogyha az kap egy kőfelverődést, akkor nagyon könnyen kiszakad. Tehát annak védelmi funkciója nincsen, csak az a nagyon kevés, hogy esetleg a mosási karcok a fólia felületét, nem pedig a laknak a felületét érik. És ugye, ha jól tudom, nagy különbség még az is, hogy ugye ahhoz, hogy a színeket eltakarjátok, ahhoz vissza kell hajtani mindenütt az éleknél, és az olyan alkatrészeket, mint a lámpa, meg kilincs, meg ezeket mind le kell ahhoz szerelni. Igen. Hát ahhoz, hogy szép legyen egy autó, nyilván ne látszódjon ki az eredeti szín, ahhoz le kéne szerelni egy wrapping fóliázásnál ugye mindent, kilincseket kivenni, visszapillantó tükröt, hogyha az ajtóra van felfogatva, index, minden ilyet ki kell venni az autóba, meg szét kell szerelni, lefóliázni, és úgy újra összerakni. Én egyébként sem vagyok ennek a szétszerelésnek a híve. Szerencsére nekünk a kővédő fóliák, ugye
nem minden esetben, de legtöbb esetben ugye van az XPEL-nek az autókra a szabás mintája, mi előre kivágjuk a karosszéria védőfóliát, és már a kivágott formát, tehát ahogy kinéz éppen egy ajtó, vagy ahogy egy sárvédő kinéz, azt mi kivágjuk és azt rakjuk föl. Gyakorlatilag nem mondom azt, hogy soha nem kell az autón igazítani, de nagyon ritka esetekben kell csak az autón esetleg igazítani. És mivel ezek átlátszó fóliák, nem probléma az, hogyha mondjuk a szélétől egy fél milliméterre elmarad a fólia, és ott nincs fólia, igen, és nem fog látszani, nem tűnik föl, ahol pedig lehet, ott pedig visszahajtjátok. Igen, a fényes fólián, tehát ha fényes autóra fényes fólia kerül, akkor én azt gondolom, hogy ez semennyire sem zavaró. Ha fényes autóra matt fólia kerül, mint a te autódnál, akkor ott nekünk is az ilyen illesztésekre sokkal jobban kell figyelni, hogy kevésbé lehessen ezt észrevenni, de igen, ahol lehet, ott valójában vissza van hajtva a karosszéria védőfólia, ahol meg nem hajtjuk vissza, ott azért nem hajtjuk vissza, mert nincs rá lehetőség, nincsen mondjuk elegendő hely, vagy nem olyan a felület, hogy meg tudna tapadni, vagy éppen nem is tudjuk kitakarítani, mert annyira nem férünk oda, hogy ott a kosz már leült, és arra nem tapadna meg a fólia, illetve van még olyan, amikor egész egyszerűen a visszahajtást nem tudjuk kivitelezni, mert nem tudunk oda benyúlni és visszahajtani. Így a végeredmény az lenne, hogy eljönne a fólia, tehát amikor elviszed innen, hiába szép, hogy vissza van hajtva még több helyen, de két héttel később meg azt tapasztalnád, hogy följönne mindenhol a fólia. Itt beszéltél a koszról, ami lerakódik az autón, sajnos ezt se úgy korábban hoztam el, mert amikor hozzám került ez az autó, akkor még ez egy tesztautó volt, és eszembe se jutott, hogy esetleg nálam marad. De így, hogy fél évvel a átvétel után lett lefóliázva, azért ez egy komoly kihívás volt, ezt rendesen letakarítani, ha jól tudom. Igen, hát az is, hogy rengeteg kosz beül az elemek közé illesztésekbe. Nyilván van rajta egy-kettő pici, de egyébként tényleg nagyon apró, meg egy-kettő kőfelverődés. Ami a legnagyobb problémát szokta szülni, hogy tényleg az elemek közé a homokszemekbe mennek, és a nedves telepítés miatt, ahogy ezeket ugye fújkáljuk a fóliát, meg a felületet folyamatosan, ugye a víz, a nedvesség mossa ki a homokot, a nem tudom, minden a különböző faleveleket, meg minden falevél darabokat, és akkor ez megy bele a fóliába, ezeket mi próbáljuk folyamatosan kiszedegetni, de egy használt autónál legtöbbször ez egy ilyen kicsit ilyen soha véget nem érő folyamat, kiszedjük, oké, megint befújjuk, visszatapasztjuk, és megint lesz. Úgyhogy igen, a javaslatunk az mindig az, hogy teljesen új korába, tehát ha lehet, akkor 0 kilométer legyen az autóban. Nem azért, mert nekem van egyszerűbb dolgom, hanem azért, mert szebb munkát fogunk tudni csinálni, hogyha minél újabb az autó. Hát és ideális esetben akkor nem lesz már annyi karcolás, mint amit én is erre felvittem a takarítások során. Igen. Amit ugye egy polírozással kellett a művelet. Igen. Igen, illetve ami még nagyon nehéz egyébként így a takarításra kapcsán kitérve, hogy a te autódat is ugye átgyurmáztuk, erről csináltunk képeket is, hogy mennyi szennyeződés volt a fényezésen. Persze ez egy fehér autónál sokkal látványosabb, egy ilyen kékszínű autónál annyira nem feltűnő. Nyilván, ha az ember, amikor nedves a felület, végig húzza a kezét, akkor érzi, hogy ott nagyon sok minden rá van tapadva, de rengeteg kátrányt szedtünk le a te kocsidról, hogyha azt úgy lefóliáznánk, akkor olyan lenne, mintha így meghintettük volna a fólia alatt homokkal, és nyilván csúnya lenne, úgyhogy ezt le kellett gyurmázni, de hát a gyurmázás után láttad, hogy nézett ki az autó, úgyhogy utána polírozni is azért kellett, hogy szép legyen. Az előző autó, amiről beszéltünk, hogy csináltatok nekünk, azon fényes fólia van, és nem kértünk akkor rá kerámia bevonatot, hogyha jól tudom, a fényesben most már benne van a kerámia bevonat is, ugye? Fényes fóliába? Igen, most már úgy néz ki a fényes fólia, hogy gyárilag rajta van a kerámia bevonat, tehát ezt utólag nem kell fölhordani rá. A matt fólia esetében ezt még utólag kell mindig kivitelezni, úgyhogy így van. Alapesetben egyébként ugye van a fényes, meg a matt fólia, a kerámia bevonatolt fényes fóliára is 10 év garancia vonatkozik, illetve a matt fóliára is 10 év garancia vonatkozik, ez még fontos, ugyanis a garancia az azt, vagy arra vonatkozik a garancia, hogy a fólia anyagában nem keletkezik elváltozás, ugye 10 év használat alatt. Ez tényleg nagyon fontos, mert ha sérül esetleg a fólia, akkor az a leszedésnél nagyon nem mindegy, hogy elöregedette az anyag, vagy nem, és azért jó, mert ezeket az anyagokat mondjuk 5-6-7-8 év múlva is le lehet úgy szedni a felületről, persze hozzáértő módon, hogy ne legyen a fényezésnek baja,
Úgyhogy fontos, hogy jó minőségű fólia legyen telepítve az autóra. A kerámia bevonat mennyire befolyásolja az öngyógyuló képességet? Hát semennyire. Mi azt tapasztaljuk, hogy rákenjük, és ugyanúgy fog működni. Nyilván a fényes fólia esetében ez már gyárilag megvan. Az egy újabb fejlesztésű fólia. A mi tapasztalataink alapján ott még intenzívebben működik ez az öngyógyuló tulajdonság, de semennyire. Talán annyiból még jobb egyébként, hogyha a kerámia bevonat is van egy autón, hogy a tisztítása egyszerűbb lesz. És mivel ez az öngyógyuló réteg, ez nem örök, tehát ennek van egy bizonyos vastagsága, ha valaki rosszul tartja karban az autóját, ugye az elején is azért mondtam ezt, hogy fontos a tulajdonos, ha valaki rosszul tartja karban az autóját, akkor jobban koptatja a felületet, hamarabb el fog kopni az öngyógyuló réteg, és ha viszont le van kerámia bevonattal kezelve az autó, könnyebb tisztítani, tehát kevésbé fogjuk ezt a réteget rajta koptatni. Egy dologról kell még beszéljünk, a kellemetlen részem, amit vevőnek kellemetlen része, hogy mibe kerül egy ilyen autónak a fóliázása. Hát igen, mondok inkább olyan autókat, amikkel sűrűbben találkozunk, viszonylag sok Tesla jár hozzánk, Model 3, Model Y, ezek most fényes fólia vagy matt fólia igazából egy árban vannak, teljesen lényegtelen, 930 ezer forint egyébként egy Model 3-nak vagy egy Model Y-nak a fóliázása, illetve tudok még beszélni mondjuk Kia EV6, elektromos autó vonalon mozgunk, az pedig 980 ezer forintba kerül egy teljes autó fóliázása. Az mindegy, hogy fényes vagy matt, viszont az fontos elmondani, hogy a 10 év garanciás fóliával kerül ennyibe. Mert ugye van még egy ilyen olcsóbb verziójú fólia, annak azért az öngyógyuló képessége az nem annyira jól működik, mint ezeknek a fóliáknak. Tehát akkor mindenképpen ezt a 10 éves fóliát javasolják. Én ezt szoktam javasolni, illetve nincs olyan nagy különbség árban. Tehát, hogy ha valakinek, vagy valakinek így mondjuk az árat, akkor általában tényleg kapásból mindenki azt mondja, hogy jó, nem is gondolkodik abban, mert nincs értelme. Most van 80 ezer forint különbség, én azt gondolom, hogy a sokkal többet ér, hogy szebb lesz az autója, és egyszer jobb érzés lesz használni. Szuper, hát nagyon szépen köszönöm, gyönyörű lett az autó, és mindenkinek csak ajánlani tudom, aki ilyen értékű, akár csak 15-20 milliós autót vásárol, hogy vigyázzon a karosszériájára, és nézzen rá kővédő fóliát, vagy védőfóliát, amivel meg tudja óvni az eredeti állapotot. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és olvassátok a villanyautosok.hu-t. Sziasztok!